Akár hiszik, akár nem, két országos bajnokot láthatnak gyakorlás közben. Fónai Rebeka és Kertész Hajnalka már letette névjegyét ennek a Magyarországon még nem igazán ismert sportágnak asztalára olyannyira, hogy nemzetközi szinten is jegyzett versenyzők. A dombovári kötélugrás annyira elismert a világban, hogy az egyesület elnöke Besenyei Tímea háromszoros egyéni és kétszeres csapatvilágbajnok. Így az utánpótlás a lehető legjobb kezekben van. Annak idején, mikor elkezdtem, egy egyesület már volt itt Dombováron, csak sajnos az egyesület elnöke és az edző abba hagyta, úgyhogy csak hobbi szinten ment tovább. És mivel nagyon sok jó ugróköteles volt Dombováron, úgy gondoltam, hogy érdemes egy egyesületet létrehozni nekik. Az élet Tímeát igazolta, mint ahogy az eredményekből is látszott. A sportág egyébként Amerikából indult, és képzeljék, a boxolók edzés munkájának volt része, abból fejlődött ki mai formájára. Mivel elterjedt, ugye a kreativitásnak meg ugye nem lehet határt szabni, ezért így teljesen kifejlődött, és akkor most már aztán tényleg profi szinten űzi nagyon sok helyen sok ember. Ha jól emlékszem, akkor több mint 10 egyesület van Magyarországon, és ugye minket összefog egy szövetség, és ugye így tudunk versenyeken részt venni. Az imént látott két ifjú hölgy is szerelmese lett ennek a mozgásformának. Azt mondják, a kreativitás a legfontosabb eleme a sportnak. Ami megragadta és nem eresztette el őket, az a csapatszellem. Tetszik ez az a része is, hogy zenére kell ugrálnunk, és mosolyogni, és mások előtt fellépni. Azért fontos, mert nagyon jó szórakozás és időkitöltés, és így egészséges is maradhatunk, mert a sportolni jó. Én 4 évvel ezelőtt kezdtem el ezt a sportágat, ezelőtt 8 évig még aerobikoztam, és utána úgy döntöttem, hogy szeretnék egy versenysportra váltani, mert előtte szabadidősportot űztem csak. Aztán jött az ugrókötélnek az ötlete, amit én az interneten láttam, és nagyon megtetszett, és mondtam anyukámnak, hogy szeretném ezt kipróbálni. Én nagyon szeretek csapatban dolgozni, és mivel ez egyrészt egyéni, másrészt csapatsport is, így sokat vagyunk együtt, és nagyon szeretek a többiekkel együtt ugrálni, az edzéseken részt venni. Mindketten bebizonyították már tehetségüket, így a Buzánszki díjas lányok most már a nemzetközi sikerek felé kacsingatnak. Én el szeretnék jutni a világbajnokságra, és ott benne lenni az top 15-ben. Ez a célom, meg még a megyei, országos és nemzetközi eredményeken dobogós helyezést elérni. Országos versenyen nekem az volt a célom, hogy legjobb 15-be bekerüljek, és ez sikerült, 13. lettem, és erre nagyon büszke vagyok. Én úgy gondolom, hogy mindig lehet fejlődni, és nekem ez a célom, hogy fejlődjek. A 25 évnyi működés ellenére, mint annyi más helyen, itt is az utánpótlás kérdése jelen van. De ez nem úgy van, hogyha a gyerek nagyon tehetséges, akkor rögtön 1-2 hét után már ugye ott lehet akár az országos versenyen és az első között szerepelhet. Nem, itt időt kell hagyni arra, hogy a gyerek beletanuljon. Ez folyamatosan dinamikusan változó sportág. Mindig újabb és újabb szabályozások, újabb és újabb elemek jönnek ki, mert ugye a kreativitásnak nincsen ugye határa. És nem mindig adják meg az időt maguknak a gyerekek, meg a szülők sem a gyereknek, hogy kiteljesülhessen ebben a sportágban. Rebeka is Hajnalka megkapta az időt és a türelmet és az otthoni támogatást. És most már a versenydíjak mellett azzal is büszkélkedhetnek, hogy Dombovár város is elismerte tehetségüket és szorgalmukat a Buzánszki díjjal.